Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket a csatornámon! Egy ideje már nem készítettem új videót, és ennek bizony jó oka van. Többek között a tavasz közelettével, ugye a ház körül elvégzendő munkák száma is elkezd sokasodni és gyarapodni. De most egy kicsit megtöröm a csendet, és kivételesen úgy döntöttem, hogy mégis készítek egy kis filmet, méghozzá az 1980-as évek egyik nagyon népszerű készülékéről, a Jézu FT 901-es sorozatról, ez pedig a 901-es sorozatból a DM, a memória egységgel rendelkező csúcspéldány. Ez egy kedves barátom, amatőrtársam rádiója volt, mostanság került hozzám, és a rádiónak ugye van egy nagyon nagy problémája, mint ugye ezt a gyakorlott elektronikában jártas emberek tudják, a rádiók és a rádióamatőr készülékek is ezen belül füsttel működnek. Ugyanis, hogyha a rádióból kijön a füst, a rádió nem működik tovább. Így történt ez ennél a készüléknél is, ugyanis ebből a két egységből sajnos kijött a működtető füst, és a rádió már nem működik tovább. Kicsit konyhanyelvre és magyarra fordítva a jelenséget annyit tesz, hogy az elektrolit kondenzátorok elfüstöltek, és a készülék normál üzemszerű működése ezáltal, hát mondjuk úgy, hogy megszűnt létezni. Az interneten egy kicsit kutakodva és a különféle szervizmanuálokat, szervizleírásokat böngészgetve rögtön egyértelművé vált az, hogy ez egy ismert probléma a 901-es sorozatnál, úgyhogy én már meg is rendeltem a kondenzátor csomagot ehhez a készülékhez, illetve a szervizleírás az néhány elvégzendő módosítást is erősen javasol a jövőben hasonló problémák kivédésére. Nyilván nem véletlenül szokták odaírni, hogy a változtatás jogát fenntartják, idővel a mérnökök is felülbírálják a saját munkájukat, és az esetleges hibákat ugye felfedezik, javítják, a kapcsolást ennek megfelelően módosítják. Úgyhogy ezeket a különféle hivatalosan kiadott szerviz leírásban említett módosításokat el fogom végezni, különös tekintettel ezen a két panelem, és utána pedig megpróbálom a készüléket feléleszteni, és meglátjuk, hogy mi is fog történni vele. Úgyhogy legyen most a végszó az, hogy ez a két panel átkondizásért kiállt, és remélem, hogy nem lesz úgymond fölöslegesen a kiabálás, és hát akkor lássuk a következőket. Az egyik egységet már be is fogtam ebbe a már a videókból jól ismert kis gumibetétes satuba. Az ilyen helyreállító munkáknak, legyen az bármilyen készülék, van egy nagyon-nagyon fontos szabálya, méghozzá az, hogy bár az ember nagyon szívesen nekiesne az összes módosításnak, gyár által javasolt átalakításnak és hibás alkatrészcserének, nem javasolt. Tehát érdemes szépen egységenként, vagy akár fokozatonként haladni, és így kicsit könnyebben ki lehet zárni az esetleges hibás áramköröket, modulokat, funkciókat, és a többi, és a többi. Ugyanis, hogyha az ember egyszerre elvégez 8 darab átalakítást, akkor később honnan fogja tudni, hogy a 8-ból melyik volt az, amelyik akár rosszabbá tette a helyzetet, vagy esetleg egy kicsit javított rajta. A 8 persze az csak egy szám lehet, 6 meg 10 meg 20 is. Úgyhogy ezzel az egységgel fogom kezdeni, szigorúan a lényegre fogok fókuszálni, elektrolit kondik eltávolítása, a kifolyt dielektrikum letisztítása, és
utána pedig az új elkok beültetése. Hogyha ez megvan, elvégezzük ugyanezt a másik egységen, és utána szerintem jöhet egy gyors bekapcsolás. A készüléken egyelőre még csak szigorúan vétel módban. No, hát akkor kezdjük el. Megtörtént az elektrolit kondenzátorok cseréje, úgyhogy meg is mutatom nektek egy kicsit közelebbről. Ezek az új kondik. Méretben igyekeztem olyanokat választani, amik ugye megfelelnek a réginek, tehát itt látszik, hogy a 47 mikrós az ugye pont ugyanakkora, az átmérője is pont ugyanakkora, itt vannak egyébként a régi darabok. Itt van a 22 mikrós, hát az eredetinél ez egy picikét kisebb, magasságra, átmérőre nem, ami sosem probléma, így legalább könnyebben be fog férni a helyére. És az a nagy helyzet, hogy bár itt lent ez a keresztbe lerakott kondi volt, igen, mutatom nektek, 10 mikro 315 volt, bevallom, hogy barom érdekes ez a feszültség határ, nem szabványos, de hát a japán készülékektől ezt már megszokhattuk. Helyette pedig mutatom, hogy miért raktam be, azt mondja, hogy 10 mikro 350 voltos, és mivel nem magasabb egyik környező kondinál sem, ezért véleményem szerint be fog férni, illetve itt van még egy kis kondi, ami ki lett cserélve, mutatom itt az eredetit, az eredetin a felirat, meg is fordítjuk, azt mondja, hogy 10 mikro 16 volt, hát nekem csak 10 mikro 63 voltos volt, szerintem a kapcsolás nem fog megsértődni attól, hogy ez lett. Ez a dióda itt kicsit megpörkölődött, illetve ez a dióda is itt egy kicsit meg van pörkölődve. Elkezdtem már lepucolni, hogy meg tudjam mérni, szerencsére mindegyik rendben működik. Még itt a környező ellenállásokat meg fogom majd mériskélni. Ezeket az ellenállásokat is, hogy nincsenek megnyúlva, megszakadva. Érdemes megmérni ezeket a félvezetőket is. És hogyha mindez majd megvan, akkor át lehet térni ugye a következő panelre. Ott is ki kell cserélni az elkókat, és néhány mériskélést el kell végezni. Úgyhogy szerintem rögtön neki is látok a felsorolt feladatok elvégzésének. Bár a kondenzátor csere nem ért véget, mindenféleképpen itt egy picit meg akartam állni a bemutatóval, ugyanis meglett a ludas, és meg is mutatnám nektek. Tehát itt ennél a kondenzátornál, hogyha megnézitek, akkor látható, hogy nem csupán a gyári ragasztó nyomok vannak rajtuk, hanem az ott például egy kis felmaródás a panelről, illetve, hogyha jobban megnézitek ezt a kondit és ezt a kondit, tehát ezt a hármat itt a szélén, látható, hogy bizony nedvesek. Méghozzá a kondenzátorban lévő belső trutyi kezdett el kifolyni, és hogyha egy kicsit így szintbe hozzuk a kamerát, akkor látható, hogy ez még relatíve egyenes az alja, rendben van a tömítés. Itt hátul még ez is úgy nagyjából rendben van. Hát helyjel közzel még erre sem gyanakodnék, hogyha tudnám, hogy problémás. Viszont ez itt sajnos eléggé elengedte magát. Elment szabadságra, úgyhogy ő sajnos elég beteg. És valószínűsítem, hogy ez a kondi volt az, amelyik leginkább eresztette magából a trutymót, és ez volt az, ami elkezdett füstölni, és végül is meggyulladt a készülék belsejében. Szerencsére túl nagy kárt nem okozott a panelem, szerintem ki fogom tudni javítani, és akkor most hát tényleg jöjjön az elkócsere, és mindjárt meg is mutatom nektek, hogy mi lett az eredmény. Megtörtént mindkét panelen a kondenzátorok cseréje, illetve a panelek letakarítása. Most már látható, hogy minden kondi be van forrasztva a helyére. Szerintem polaritás helyesen, minden kétszer ellenőriztem, remélem, hogy nem szúrtam el semmit. Szerencsére általában nem szoktam tévedni.
és itt látható a másik panel is. Igyekeztem ezt a két hátsó fekvő kondit, ez volt az eredeti, illetve ott a másik hátul, ezek voltak itt fektetve, és igyekeztem úgy megválasztani, hogy ne legyen magasabb, mint a környező elemek, úgyhogy puding próbálja az evés, mindjárt vissza is helyezem őket a rádióba, és reményeim szerint a működtető füst ezúttal benne marad az alkatrészekben, igaz, hogy ez már nem japán füst, hanem valami egyéb távol-keleti füst, de bízunk benne, hogy a megfelelő optimális működéshez és a további élesztéshez elegendő lesz. Úgyhogy akkor lássuk a paneleket, és helyezzük őket vissza a készülékbe. Visszakerültek a panelek a készülékbe, ide hátulra. Egyik egyenirányító egység, másik egyenirányító egység, és hogyha nem vagyunk esetleg biztosak abban, hogy jó helyre tettük, illetve elkutyultuk a jegyzeteinket, vagy bármi hasonló, akkor itt a készülék fedlapja, ami segítséget nyújt, rá kell helyezni, a rögzítőcsavarokra hátrahúzni, és már is látszik, hogy itt így kell hátrahúzni, és már is látszik, hát pontosabban, sajnos a kamerán nem, de én látom, hogy itt minden egyes poti bent pontosan a helyén van, az is ott a helyén van, illetve ezek is így gyönyörűen hozzáférhetőek, úgyhogy a paneleket helyesen tettem vissza a rádióba, és akkor most pedig mindjárt átrakom az asztalra a készüléket, és jöhet az első bekapcsolás a működtető füst visszarakása után. Készülék az asztalon, panelek a helyükön, és be is van dugva a 230 voltos hálózatba. Nem próbáltam még ki, hogy jó-e. Gondoltam, hogy őszintébb lesz a reakcióm, hogyha most látom én is először, hát akkor kapcsoljuk be. Hang van. Kezelőszervekre reagál. Sávváltás, illetve a frekimérő működik. Azt mondja, hogy hangerő növelhető, csökkenthető. És én pedig innen nem látok felszálló füstöt. Nem hallok szikrázást sem. Azért nézzük meg sötétben is. Első körben semmi gyanúsat nem tapasztalok. Úgyhogy a készülék elsődleges élesztése szerintem rendben van. Még annyi, hogy itt ezen a ponton a 6 voltos stabilizált feszültséget meg kell mérni, illetve az elkocsere után javasolt beállítani. Úgyhogy ezt rögtön el is fogom végezni, és utána pedig antennára fogom kötni a készüléket, és meglátjuk, hogy mit csinál külső jelforrásra. No, hát akkor lássuk azt a mérést. Én úgy ítélem meg, hogy a készülék az új távol-keleti füsttel, amit beletettem kondik formájában, jól működik. Úgyhogy jöhetnek majd hamarosan a további helyreállító munkák, ez most egy ilyen kis gyors tűzoltás volt, viszont addig is még ugye Bandi barátomnak az FT290-es rádióját be kell fejezzem, úgyhogy ennek a készüléknek a további javításai majd ezt követően fognak következni, de szerintem így első körben ez nem is volt olyan rossz. Úgyhogy FT901DM
hát első videó, a kettes meg majd valamikor érkezik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornámon. Iratkozzatok fel, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új tartalmat töltök fel. És mindenkinek szép napot. Sziasztok!